Köszöntöm nézőinket, és üdvözlöm a stúdióban Nemes Tibort, a Dunaharaszti Őrsparancsnok helyettesét. Én is köszöntöm a kedves nézőket. Ugye április 1-től tölti be a parancsnok helyettesi posztot. Először is szeretném, hogyha bemutatkozna a televízió nézőknek, hogy mit kell tudni arra, milyen iskolákat végzett, eddig hol teljesített szolgálatot. 1996-ban szereltem föl a rendőrség kötelékébe, az éli rendőrkapitányságra. Ott mint tiszthelyettesként. Azon évek alatt végeztem a rendőrtiszti főiskolát közrendvédelmi szakon. Később ott neveztek ki, ott lettem első, ott teljesítem az első tiszti beosztásomat, mint ügyeletes tiszt. Később a Szászalombattai rendőrösön lettem, mint őrsparancsnok helyettes, és a tavalyi év folyamán, 2012. augusztusában szereltem át a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányságra, ahol ez idáig a közrendvédelmi osztályon részfeladatokat láttam el a közrendvédelmi osztályvezető mellett. Gondolom vannak előnyei annak, hogy több helyen teljesített szolgálatot, több tapasztalatot sikerült szerezni az évek alatt. Igen, természetesen jó volt tiszthelyettesként, mert akkor megismertem teljesen az alapoktól, így a beosztottaimmal is most már közvetlenebb kapcsolatot tudok kialakítani. Tudom az életvitelüket, tudom, hogy milyen feladatokat kell, hogy ellássanak, és természetesen ez megkönnyíti a vezetőknek a... Igen. Eddig Dunaharasztin ugye őrsparancsnok volt Farkas Péter személyében. Miért volt szükség kialakítani még az ön posztját is, mint helyettest? Hát minden ősnek van, egy őrsparancsnak van helyettese. Ugye az őrsparancsnoknak is kell néha egy kis szabadidő, és ilyenkor is el kell látni a vezetői feladatokat, és ezáltal időszakos volt, hogy végre akkor az őrsparancsnok mellett egy helyettes is legyen. Igen, bő 2 hete van itt. Milyen kapcsolatot sikerült kialakítani a kollégákkal? Sikerült átvenni ezt a posztot? Mint mondottam, 2012. augusztusától már a Szigetszentmiklósi rendőrkapitányságon vagyok, így a kapcsolatunk már kezdetektől fogva, onnantól kezdve már kialakult, úgyhogy innentől kezdve könnyebb volt ezt a kapcsolatot most már kialakítani. Milyen jövőbeni tervei, céljai vannak? Hát a jövőbeni tervünk szeretnénk, hogyha az őrs az folyamatosan az állampolgárok rendelkezésére állna, így a vezetők is úgy alakítják a beosztásukat, hogy az őrs állandóan nyitva legyen az állampolgárok előtt, így ne legyen az, hogy esetleg érkeznének bejelentők és nem találnak rendőrt, így a vezetők folyamatosan napszakban mindig rendelkezésre fognak állni. Ha esetleg mégsem kölcsönbe kaptunk idézőjelben az önkormányzattól egy dolgozót, aki az őrsen fog teljesíteni különböző részfeladatokat, többek között azt is, hogyha esetleg állampolgár bejelentések érkeznének, és nem lenne rendőr az őrsön, akkor ők nyugodtan fordulhatnak, és ők értesítenék a rendőrség dolgozóit, akik egyből rendelkezésére állnak. Köszönöm, hogy jött ide hozzánk, és jó munkát kívánunk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nézőinek pedig köszönjük a figyelmet.